Szeretettel köszöntök mindenkit az irányvonal újabb részében. Újabb kérdést kaptunk, amire szeretnénk válaszolni. A kérdés így hangzik, Dániel könyvében azt olvashatjuk, hogy 77 szabatot Dániel népére és Dániel városára. Azt jelenti ezt, hogy a zsidó népnek Dániel korától 70 évvel később már semmilyen szerepe nem volt. Ez biztos, hogy nem igaz, mert még ma is élnek zsidók, sőt, Jeruzsálemben, és az országot is helyreállították. Mit kell erről a szakaszról gondolni? Nagyon jó kérdés. Nagyon érdekes kérdés. Nyilván mindig hasznos az, hogyha az ember a Bibliát magának olvassa, és az olvasásban megismert ismereteket összeveti azzal, amit ma lát. Ez azért is fontos, mert a Biblia azt mondja magáról, ugye Péter apostol szavaival élve, hogy egyetlen szava sem származik emberi akaratból, hanem a Szentlélek, Isten lelkének ihletésére szólaltak meg és írták le a profétai szavakat, amit itt olvashatunk a Biblia lapjain. És azon túl pedig hát a proféciák az alapjai a Biblia megbízhatóságának. Itt tehát, hogyha a Dániel könyvében olvasható profécia szerint a profécia azt mondja, hogy 77 szabatot a zsidó népre, az izraelitákra, akkor be kell csuknunk a Bibliát, és félre kell tennünk, hogy íme még Dániel proféta sem tudott úgy profétálni, hogy az igaz legyen, vagy valamilyen más jelentése van ennek a szövegnek. Hát először is lapozzunk a Bibliánkban ehhez a részhez. A kérdező által beidézett szakasz Dániel könyve 9. fejezetében olvasható, és a 9. fejezet 24. versében. Így olvasom, 77 szabatot a te népedre és szent városodra. Ez tényleg szó szerint így olvasható. Kicsit még fokozom, hogy jobban érthető legyen, 70 naptári hét, 70-szer 7 nap, azaz 490 nap van hátra az izraeliták üftörténeti szerepéből. Biztos, hogy nem, mert Dániel még 490 nappal később is folytatta Dániel könyvét, és nagyon fontos proféciákkal látott el bennünket, de akkor vajon mit jelenthet ez a szöveg, hogy 77 lett leszabva a te népedre? 490 nap lett leszabva a te népedre. Megint a sola scriptura elve az, ami segít nekünk, vagy másutt így mondja a Biblia, itt egy kicsi, ott egy kicsi, sorra sor, versről vers, és ezek segítenek meg, egyik bibliai vers megmagyarázza a másik bibliai verset. A Biblia önmagát magyarázza. Hát nézzük meg ezt, hogy vajon ezt a 77, ezt hogyan kell érteni. A Bibliában a proféciáknál egy nap az egy évet jelent. De ezt nem kell nekem elhinni, hiszen akkor nem a sola scriptura elvét követnénk. Azt írja Ezékiel könyve, és ha ezeket kitöltötted, mármint hogy feküdj egyik oldaladra, aztán majd feküdj másodszor a jobb oldaladra, és viseld Júda házának vétkét 40 napig, így folytatja, egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam neked. Vagyis a Bibliában, a proféciáknál, az idői proféciáknál szimbolikus nyelven egy napot, egy évnek kell számítanunk. Ezt annyira értették a zsidó írásmagyarázók is, hogy amikor elkészítették az Ószövetség, nekünk Ószövetség, nekik pedig az írásokban, akkor még nem volt Új Szövetség, az Ószövetség könyveinek görög fordítását, amit úgy hívjuk, hogy Septuaginta, a 70-es fordítás, akkor ők ehhez a szakaszhoz betoldottak egy kis csillagot, egy kis lábjegyzetet, és azt mondták, hogy profétai napév.
éveknek hetei. Azt mondták tehát, hogy 70 év hét szabadott a te népedre. Vagyis ez azt jelenti, hogy 490 év szabadott a zsidó népre. Na de hát honnan kezdődik ez a 490 év? Dániel már biztosan több mint 490 évvel ezelőtt élt, és azt mondja, hogy a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló királyi rendelet és a templom újjáépítéséről szóló királyi rendelet kiadásától kell elkezdeni számítani ezt a 490 évet. Hát ez egy fantasztikus profécia. Azt tudjuk, hogy Artaxerxes Longimanus 457-ben, Krisztus előtt 457-ben adta ki a rendeletet, amely arról szólt, hogy visszaadja Jeruzsálem jogait, városi jogait, és hogy újjá lehet építeni a várost, és újjá lehet építeni a jeruzsálemi templomot. Hogyha ettől a 400 Krisztus előtt 457-től elkezdjük számolni, amiket a profécia mond. Ezt mondja a profécia 25. vers. Tudd meg azért, Dániel, és értsd meg, a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendelet kiadásától a Messiásig 69 év hét van. Azaz 483 év van. Micsoda fantasztikus profécia. Azt mondja, ennek a 490 évnek az egyik történése, hogy a kezdetétől 483 év telik el, és 483 év eltelt után megjelenik a Messiás, megjelenik az a valaki, akit felkennek. Ez ugye Krisztus után 27, Lukács evangéliumának harmadik fejezetének az első verse rögzíti meg ezt. Felkent, mondja Jézus, engem az Isten, illetve amikor alá merítkezett a Jordánban, akkor a Szentlélek galambformájába leszállt, és a Szentlélek által felkenettetett is szintén. És folytatja tovább a profécia. Az utolsó hét, a legutolsó hét év, ami a felkenéstől számított 490 évig még megvan, felén kiirtatik a Messiás. Micsoda fantasztikus dolog, hogy 486 és fél évvel korábban pontosan megmondják, hogy 3,5 évvel a messiási szolgálat kezdete után Jézust keresztre feszítik. Ezt onnan tudjuk, hogy Jézus 4 húsvéti ünnepen vett részt. János 2.13, 5.1, 6.4, 13.1, csak úgy, akik a Bibliát tovább akarják mélyebben tanulmányozni. És utána mi történik? Az utolsó 3,5 évvel később, Krisztus után 34-ben vagyunk, amikor lezáródik az izraelitákra, a Dániel népére szabott 490 év, megkövezik Istvánt, ő az első vértanú, és ezzel lezárul a kegyelem idő, és a zsidókra bízott üdvösség üzenete átkerül azokra, akik keresztények, azokra, akik nem test szerint körülmetéltek, hanem szívükben, lélek szerint körülmetéltek. Tehát a zsidóság szerepe Krisztus után 34-ben lezárul. Ez a Biblia tanítása, de ez nem jelenti azt, hogy ha valaki zsidónak születik, valakit körülmetélnek, neki már nincs lehetősége bekerülni az örök életbe, hiszen egyénileg mindenki megtérhet, mindenki elfogadhatja Jézus Krisztust, és alámerítkezés és a Szentlélek erejének vezetésével Krisztusi életet, Krisztus követő életet élhet. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a 490 éves profécia így kezdődik, 490 év lett levágva a te népedre. És hogy miből lett levágva? Az előző fejezetben egy sokkal hosszabb, egy 2300 éves proféciáról olvashatunk. Ott úgy fogalmaz, 2300 este és nappal, 2300 nap, 2300 év, és ebből a 2300 évből lett levágva 490 év. Azt már
önökre bízom, hogyha 457-hez hozzáadnak 2300-hoz 300 évet, vajon hova érkezünk és mi történt akkor? De talán legyen ez majd egy másik kérdésre adott válasz.